A miniszteri kabinet 194-es számú határozata alapján 2022. március 3-ától a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók felmentést kaphatnak a katonai szolgálat alól, mindaddig, amíg a tavaszi-nyári földművelési munkálatok befejeződnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hivatalosan a szektorban dolgozók kérelmezhetik munkatársaik ideiglenes katonai felmentését a földművelési munkálatok végéig. A felmentéssel kapcsolatban már vannak pozitív példák, többek között Nagy-Dobronyban. A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása összegyűjtötte a legfontosabb információkat, valamint a kitöltendő formanyomtatványokat, amelyeket eljuttattak a tag önkormányzatok számára. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy azok a vállalkozók, azok a farmer gazdák, azok a farmer gazdálkodások, illetve KFT-k, akiknek a tevékenységi körükben konkrétan bele van fektetve az, hogy mezőgazdasági munkálatokkal foglalkoznak, azok a saját munkatársaik részére, hat köteles munkatársaik részére felmentést kaphatnak a katonai szolgálat alól arra az időre, ameddig most a tavaszi-nyári mezőgazdasági munkálatok folytatódnak. Ehhez két formanyomtatványt kell kitölteni, egy részletes dokumentumot kitölteni a munkásoknak az adataival. Gyakorlatban ez úgy működik, hogy mi a saját tagságunkat képező önkormányzatokat kértük, hogy segítsenek a lakosság körében ezt ugye terjeszteni. Mindemellett segítsenek a lakosságnak ezeket a formanyomtatványokat ki is tölteni, mert ott van egy levél, amit az Agrárügyi Minisztériumhoz kell fordulni, hozzá van még egy melléklet is, és ezért tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy aki amennyiben érintettek ebben a dologban, és amennyiben szeretnének ebben a dologban felmentést kapni, és jogosultak rá, akkor forduljanak az önkormányzatokhoz, és az önkormányzati munkatársak segítenek majd neki ezeknek a formanyomtatványoknak a kitöltésében. Van már rá pozitív példa, a Nagy-Dobronyi kistérségnek ez már sikerült, úgyhogy ott már az ott hivatalosan bejelentett ilyen vállalatok, farmergazdák, farmergazdálkodások munkatársai már megkapták a hivatalos értesítést arról, hogy az általuk bejelentett és előterjesztett munkásokat felmentették ideiglenesen a katonai hadkötelesség alól.